Nem csak a csapatok, a nyíregyházi szurkolók is készültek a fináléba jutásról döntő mérkőzésre, igazi meccs hangulatban állhattak fel a feldobáshoz a játékosok. A Vasas kezdett jobban, a vendégek szórták a triplákat, az első negyedet meg is nyerték 6 ponttal. A folytatásban feljavult a hazaiak védekezése, kevesebb kosár esett mindkét oldalon, és a nagy szünetre már egy pontos nyíregyházi vezetésnél vonulhattak le a játékosok. Fordulás után sem változott a játék képe, a fővárosiak tapadtak a cápákra, a záró 10 perc előtt még teljesen nyílt volt a mérkőzés. A negyedik negyed közepére aztán 10 pontra növelte előnyét a házigazda, és erre már nem volt válasz a Vasasnak, az utolsó percekre felőrölt ellenfelét a Nyíregyháza, amely végül 14 pontos győzelmet aratva jutott a fináléba. Gratulálom srácoknak, harcolnak végig, és mikor is Vasas, nagyon jó nyitott meccs, triplával bedobta minden, nem feladunk, harcolunk, küzdünk, és hitünk. Ez a legfontosabb, mentálisabb, erősebb voltunk, és muszáj mondani, hogy végén már ez a karakter nyert, és ez a ötödik meccs, ez a legfontosabb volt karakter, ez a csapat mutatta már többször ezen a évben, hogy van karakter. A vendégek edzője a vereség ellenére is büszke volt csapata teljesítményére, mint mondta, az utolsó negyedben a rutin döntött el a meccset a hazaiak javára. Elfogyott a lendület, meg a tapasztalat egyszerre, és azt hiszem a végén hibáztunk utána a legtöbbet egymás után, és az ellenfél, ilyen erős ellenfél ellen ez nem fér bele, és sajnos kialakult az a 10 pontos előny, ami már lélektanilag nagy volt ezen a mérkőzésen, itt a végén. A nyíregyháziak kapitánya a gyengébb kezdés ellenére is biztos volt a győzelemben, mivel a csapat már többször bizonyította, hogy mind fizikálisan, mind mentálisan képes ellenfele fölé nőni. Idén már nem az első meccs volt, amikor meg kellett mutatnunk azt, hogy miért mi vagyunk papíron a legjobb csapat és a legerősebb, és miért minket megtartott egész évben mindenki a torony magas esélyesnek a bajnoki címre. Egy ilyen meccsen, ötödik meccs, igenis egy bajnokaspiráns hazai pályán nem kaphat ki. És ezt kell bebizonyítanunk, és örülök neki, sikerült. A másik ágon a BKG Prima Akadémia 3-2-es összesítéssel múlta felül a MAFC-ot, így a Sziget-Szent Miklósiakkal játsszák a döntőt a kékcápák. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc első mérkőzése pénteken 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.